Magunk ravatalánál állunk őrséget, hogy emléküket megtartsuk az eljövendő idők számára. Rajk László, vádlott társaként búcsúzom a tiszta szívű, hű bajtárstól, a mind halálig rendíthetetlen harcostól, aki már kora ifjúságában, egyetemi éveinkben az emberi együttélés magasabb, nemesebb formáit kereste, és minden rezdülésével, egész életével, hitével csak az elnyomottak, csak a magyar nép ügyét szolgálta. Koholt vád, Tito vetette 7 évre jeltelen sírba Rajk Lászlót, de halála ma a magyar nép és a világ előtt figyelmeztető jelképpé magasodik. Amikor 100 000-ek vonulnak el koporsóik előtt, nem csak az áldozatoknak adják meg a végső tisztességet, de szenvedélyes vágyuk, megmásíthatatlan elhatározásuk, hogy egy korszakot temessenek el, örökre eltemessék a törvénytelenséget, az önkény, az ököljog és a személyi kultusz magyar tanítványait és szégyenletes esztendők erkölcsi halottait. Hisszük, hogy okulva a múltból már is új útra léphetünk, de ezt az utat soha többé nem sötétítheti el ártatlan áldozatok árnyéka. Ezt fogadjuk László, Pálfi György, Bőnyi Tibor, Talai András, ebben a bizodalomban búcsúzom tőletek. Nem felejtsük!